Még mindig Fix Summer innen az Erzsébet térről, és már itt is a mellettem Török Feri barátom. Szia! Nagyon régen találkoztunk. Nagyon régen, még a magazinban láthatátok a sport összefoglalóinkat. Hát most a sálak azok nincsek, de hát mondjuk nyáron minek? Hát hozunk érte trikókat, mezeket, legközelebb ígérem neked. Közben itt a háttérben jó kis gördeszkás, nem is tudom, bajnokságok mennek. Te mit tudsz egyébként a gördeszkázásról? Próbáltad már? Nem, én tőlem az ilyen akrobatikus dolgok teljesen távol állnak, tehát meg sem kísérlem, mert szeretnék élve maradni, tehát nem akarok kórházba gipszbe feküdni, tehát inkább ezeket kihagyom. Nagy ámulattal nézem őket, barom ügyessége hozzá szerintem. De... Az extrém sportok közé tartozik a gördeszkázás. Igen, azt hiszem, igen. Na jó, van akkor, mint régen. Beszéljük arra, hogy mi lesz, miről fogunk most beszélni. Lesz labdarúgás, vízilabda, világjátékok, kézilabda, atlétika és természetesen beharangozó. Kezdjük labdarúgással. Szombaton volt a Magyar Szuperkupa döntője, amelyet a Debrecen és a Győr játszott, Győr-Debrecen a Puskás Ferenc stadionban. A két, úgymond a kupa győztes, illetve a magyar bajnok vívta ezt a döntő ütközetet. Hát a Győr azt mondom elsőprő győzelmet adott, 3-0-ra volt jobb, 3-0-ra volt jobb a Debrecennél, és ez azt is jelenti, hogy meg is kezdi a szereplését a Győr már most szerdán a BL második körében, és hát egy olyan együttessel mérkőzik, a Maccabi Tel Avivval, amelyiknek egy magyar időzőtél magyar edzője volt, hiszen a jelenlegi trénere a Maccabinak Paulo Sousa, aki korábban a Videotont irányította. Sousa ott volt a Puskás Ferenc stadionban és megnézte a mérkőzést. Hát nagyon-nagyon elismerően szólt a Győr teljesítményéről, azt mondta, hogy rendkívül összeszedett, jó csapat, és hát azt mondja, hogy meglehetősen nehéz dolguk lesz, akár szerdán, akár egy hét múlva visszavágon. Hát reméljük, hogy nem az udvariasság beszélt belőle. Pozzhoz vagyunk, nekem mindig nagyon szimpatikus. Ott voltak érdekes megmozdulása, amikor a kamerának bemutatott és a márkáját mutatta a cipőit. Tehát nem, nincs minden rendben az agyában, de azért a videóton nem szerepelt olyan nagyon rosszul, mikor az ő keze alatt volt. Hát én azt mondom, hogy jó sem, de eltűnt kategória. Folytassuk vízilabdával. Igen, hát a Vodafone kupa volt a hétvégén, és ugye az volt a kérdés, hogy a világbajnokság előtt két héttel a magyar válogatott miként szerepel a hazai rendezésű eseményen. Hát vártnál gyengébben, és ezt minden bántás nélkül mondhatjuk. Ugye a Görögország, Montenegró és Németország volt a magyar válogatott ellenfele, és szomorú, de mindössze csak egy győzelmet arattak a Benedek legények, és ezzel a harmadik helyen végeztek, és Montenegró, Görögország, Németország lett a negyedik, és azt kell mondani, hogy ez azért volt jó ez a torna, mert az edző is és a játékosok is megismerték azokat a gyengeségeit a válogatottnak, amin feltétlenül javítani kell még a hátralévő időszakban. 10 nap áll körülbelül az, ami alatt ez kiküszöbölhető, és én úgy láttam a tegnapi mérkőzést, láttam, hogy nem volt elég dinamikus, tehát kicsit lassú volt a válogatott, a védekezésből sem tudtak olyan gyorsan felülkerekedni védekezésben, mint hogy az kellett volna, és talán ennek is mutató be, hogy a 4/4-ből mindössze csak 1/4-et nyert meg a csapat, és a többit ugye vagy elveszett, vagy mit tudom, egy döntetlent játszott a harmadik negyedben, és ez nagyon kevés, hogyha a világbajnokságon ennél jobban szeretnénk szerepelni. Mit lehet ilyenkor mondani, bízunk, hogy elég lesz az a 10 nap. Hát igen, hát ugye a Benedek Tibor nem egy rossz edző, az eddig eltelt időszakban, mióta ő a szövetségi kapitány, értek el már szép sikereket, viszont az is tény és való, hogy összerakni egy olyan válogatottat, amelyik a világ legjobbjaival sikerrel veszi fel a küzdelmet, az nem egy egyszerű feladat. De hát ugye azért van a szövetségi kapitány, hogy ezt megoldja, a játékosoknak pedig ugye be kell tartani azt, amit a szövetségi kapitány elképzel, semmire felkészítette őket. Ha már világ legjobbjai, akkor a világjátékokkal folytassuk. Igen, és itt rögtön a vízilabdára, mint mondanék, ugyanis univerziádi, a főiskolás univerziádi küzdemény zajlanak Kazanyban, és a női vízilabdázóink 7-6-ra verték Kanadát, ami azt jelenti, hogy folyamatosan haladnak előre, és a végén van esély arra, hogy a döntőbe is eljusson a női válogatott, ami egy újabb siker lenne a női vízilabdázásnak. Ezen kívül a főiskolás világbajnokságon eddig 3 aranyérmet és tucatnyi bronzérmet nyertek a magyar
kerékpáros sportolók. Legutóbb ugye a 9. napon tegnap egy aranyérem és 2 bronzérem volt a termés. Aranyérmet Kis Tamás a kenú 1 és 1000 méteren nyert, és a kajak 2-es, illetve a kajak 4-es egység pedig bronzérmes volt. Gyönyörű. Ezek azért szép teljesítmények. Hát nagyon szép teljesítmények, de hát egyébként a magyar főiskolás sportok általában jól szerepelnek a főiskolás világjátékokon. Hát reméljük, hogy a sorozat ez most is még bővebb terméshoz, és lesz még több aranyérmünk is, nem csak ez a 3, ami jelenleg van. Folytassuk kézilabdával felé, de tudom, hogy nehezet kérek. Közben én azt kell, hogy mondjam, hogy akinek esetleg van ideje, tényleg látogassunk ide az Erzsébet térre, mert abszolút jó a hangulat, fiatalok vannak, gördeszkáznak, mindenkinek jó a kedve, érdemes lesz velünk tartani. De most akkor folytassuk kézilabdával. Hát, mint tudjuk, a magyar női válogatottnak a szövetségi kapitánya, a norvég Karelikbøm súlyos betegség miatt nem tudta vállalni a csapatnak a decemberi világbajnokságra való felkészülését, és Hajdú János bízták meg idegenes kapitánynak, aki már korábban azt hiszem a Peking olimpián vezette a női válogatottat, és most jelenleg az a furcsa helyzet van, hogy Hajdú János a junior válogatottnak is a szövetségi kapitánya, és a junior válogatott pedig az Európa bajnokságra készül. A hétvégén 3 előkészületi mérkőzést játszottak lengyelekkel, akiket megvertek 17-16-ra, a dánokkal döntetlent játszottak 27-27-et, illetve a Romániát megverték 29-23-ra, úgyhogy úgy tűnik, hogy a utánpótlás hozza a formáját a női kézilabdában is, reméljük, hogy egyszer majd a nagyok nyomdokaiba lépnek. Ámen, legyen így. És még mielőtt a beharangozóról beszélünk, az atlétikáról ejtsünk pár szót. Hát szomorú hétvégéje volt ez az atlétikának. Igen, ugye ma minden vezető hírügynökség öles betűkkel és első helyen közölte, hogy tegnap 4 kiemelkedő atléta bukott meg a dopingteszten. Ezek között van többek között Aszafa Póvel is, aki tavaly előtt még itt versenyzett a Névstadionban, és a Gyulai István emlékversenyen éppen 10 másodpercen belül futotta a 100 métert. Ő az az atléta, aki 2008-ban világcsúcstartó is volt, világbajnok is volt, és az ő nevéhez fűződik az, hogy legtöbbször futott 10 másodpercen belül, egészen pontosan 81-szer, ami nem egy kis teljesítmény, 81-szer 10 másodpercen belül teljesíteni a 100 métert. Rajta kívül még Gyson Tay, egy amerikai, és Derta Carell, szintén egy amerikai atléta, az, aki a hétvégén fönnakadt a doping listán, és sajnos úgy tűnik, hogy ez a 4 kiváló atléta, meg van köztük is Sharon Simpson is, aki Pekingben 200 méteren második volt. Ez egy nagyon szomorú ténye a jelenlegi atlétikának, mert azt mondják, hogy az atlétika nagyon doppingérzékeny sportág, és azt mondják, hogy tulajdonképpen csak az nem doppingol, aki nem bukik le. Hát reméljük, hogy ez nem így van. Ezek voltak az elmúlt héten, mi váltó ezen a héten? Hát ugye folytatódik az univerziádi esemény sorozata egészen a hét végéig. Szerdán BL mérkőzés lesz Maccabi Tel Aviv, ugye? Csak ki tudtam mondani. És hát természetesen elkezdődtek ma Hollandiában az ifjúsági olimpia küzdelmei, ahol egy nagyon népes magyar delegáció vesz részt, és reméljük, hogy akár csak a felnőttek a londoni olimpián, ők is szép eredményet érnek majd haza. Hétvégén Forma 1-es Európa nagy díj lesz, és természetesen lesz még számos olyan verseny, ami magyar érdekeltségű is. Köszönöm szépen, Feri, hogy ezeket mind elmondtad. We'll be right back.